A térségi holokauszt emlékközpontba folyamatosan érkeztek a diákok kísérő tanáraikkal, hogy több információt gyűjtsenek a holokauszt és a zsidóság életéről. Kevesen tudják, hogy 2001-ben fogadták el április 16-át, mint a holokauszt magyarországi emléknapját, tehát általában az első momentum az, hogy ezekre az alapinformációkra fölhívjuk a figyelmüket a diákoknak, van, aki egyébként nagyon képbe van, van, aki ugye nem annyira érdekel a téma, nekik próbálunk egy kicsit tananyagon kívüli információkat is szolgáltatni. Ugye egy tanórán belül talán túlkötött a tananyag. Ha eljönnek ide a holokauszt emlékpontban, akkor egy olyan kiállítást, illetve előadást hallhatnak, ami Dabashoz kötődik. Tehát én úgy gondolom, hogy ez sokkal közelebb hozza őket a történelemhez, mint a történelemoktatáshoz, mint a múlthoz, mint a hagyományokhoz. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy itt folyamatosan a témával kapcsolatos, nem csak a holokauszttal, hanem a második világháborúval, illetve a világháború előtti történetekkel is megismertessük a diákokat. Én úgy látom, hogy erre fogadókészek. Most is az akkor alapítvány jóvoltából két előadót sikerült megnyerni és lehívni Budapestről, tehát egész héten, ahogy említetted, programok zajlanak, szerda, csütörtök, pénteken is, reggeltől egészen estig vannak csoportok, a dabasi általános iskolások, mind a négy általános iskola osztályai, mind a középiskolák osztályai nagyon nagy örömmel vették ezt a lehetőséget, hogy van lehetőségük eljönni az emlékpontban és a kiállítást megnézni. Én úgy veszem észre, hogy két éve nyitottuk meg az emlékházat, és évről évre több csoport látogat el hozzánk, és teszi tiszteletét az áldozatok előtt, míg a tavalyi évben nem minden osztály volt itt az általános iskolások közül, idén már tényleg mindegyik osztály részt vesz a programjainkon, és már külön kértek egy másik napot. Tehát annyira zsúfolt volt a program, hogy egy másik napot is kellett már biztosítani arra, hogy el tudjanak látogatni ide hozzánk. Stábunk látogatásakor a helyszínen voltak a Zahor Alapítványtól is, akik Budapestről érkeztek a nyílt programsorozatra. Ez az alapítvány egy civil oktatási szervezet, amely felhívja a pedagógusok és a diákok figyelmét olyan társadalmi jelenségekre, mint a rasszizmus vagy az antiszemitizmus, emellett kiemeli a tolerancia és emberi jogok oktatásának fontosságát. Mi egy oktatási szervezet vagyunk, és igyekszünk a társadalmi emlékezet, illetve a személyes emlékezet fontosságát is hangsúlyozni. Ezt személyes történetek használatával, különböző oktatási anyagokban, a tanárképzéseinkben igyekszünk megvalósítani. Illetve különböző programokat szervezünk diákoknak is, nem formális, tehát iskolán kívüli programokat is, illetve ilyen rendhagyó keretek között különböző diákcsoportoknak tartunk oktatási, rendhagyó oktatási programokat, foglalkozásokat. Ezen a 60 perces foglalkozáson az iWitness nevű online oktatási platformon található egyik tananyagot próbáltuk ki a diákokkal, illetve dolgoztunk ennek segítségével. Ez az iWitness platform, ez a Dél-Kaliforniai Egyetem Shoah Alapítványának az online oktatási felülete. Ezzel az alapítvánnyal az Ahor Alapítvány szoros együttműködésben áll. És erről azt kell tudni, hogy ez a felület, ez egyszerre egy forrásbázis is a tanárok számára, illetve egy eszköz is. Egyrészt azért forrásbázis, mert több, hát körülbelül 1300 videó interjú található meg benne, holokauszt túlélők, szemtanúk, megmentők, illetve más genocidiumok túlélőivel, szemtanúival, tehát ez a forrásbázis része, illetve egy eszköz is tulajdonképpen a tanároknak, hiszen konkrét feladatok vannak benne, de a tanárok önállóan is fejleszthetnek benne feladatokat, amelyek a gyerekek digitális készségeit fejlesztik, a kompetencia fejlesztés különböző területeire is kiterjed, hiszen érvelési, elemzési, különböző forrás elemzési készségeket fejleszt a diákok szempontjából. Abszolút nyitottak voltak, együttműködőek voltak, különböző munkaformákban dolgoztunk, volt egyéni feladat is, páros munka, csoportmunka, úgyhogy mindegyikben abszolút együttműködőek voltak velem. Ennek nagyon örülök, hiszen ez mindig egy nehéz szituáció, hogyha a gyerekek először találkoznak a foglalkozás vezetőjével, és egy közvetlen bizalmi légkört szeretnénk megteremteni, de azt gondolom, hogy ez sikerült.
A példátlan gyorsasággal lezajlott gettósítás után mindössze néhány hét alatt, május közepe és július eleje között a teljes vidéki zsidóságot Auschwitz-Birkenau-ba deportálták. A magyar vidék több százezres zsidóságából mindössze néhány tízezren tértek vissza a háborút követően. A túlélők, családjuk, közösségük elvesztése miatt gyakran úgy döntöttek, hogy nem tudnak új életet kezdeni egykori lakóhelyükön. Ezért a fővárosban, nagyobb városokban vagy külföldre emigrálva próbálták élni tovább életüket. Folyamatos kutatást végzünk. A Holokauszt Budapesti Emlékközponttól is nagyon sok információt kapunk, ők is folyamatosan kutatnak levéltárakban, különböző anyagokban, illetve a Yad Vashem Múzeum, izraeli Yad Vashem Múzeumban is nagyon sok olyan információt kaptunk, illetve találtunk, amit itt helyi szinten nem sikerült volna megtalálni. Ugye tavaly évben kiadtunk egy könyvet is a témához kapcsolatban, Cagányi László és Valantyik Ferenc volt a főszerzője ennek a műnek. Ez egy évig készülő könyv volt, rengeteg kutatást használt föl, rengeteg levéltári anyagot használtak föl a szerzők. Én úgy gondolom, ez egy nagyon hiánypótló kötet, mert egy tömör 150 oldalban teljesen összefoglalja az itt élt zsidóság 150-200 évét, egészen a letelepedéstől napjainkig. Hál' Istennek napjainkig, mert ugye 1945-ben nem szűnt meg. Illetve a közösség megszűnt, de a hagyományai, illetve az emlékeit azért próbáljuk őrizni, és én úgy gondolom, hogy ez az idei évben, illetve a tavalyi évben is mind a könyv, mind az emlékház létrehozásával, mind a temetők rendbehozatalával ez egy új szintre lépett. Tehát én úgy gondolom, hogy jövőre is van ennek mindenképpen létjogosultsága.